Na, vágjunk bele, mert sose fogunk ezzel a dologgal végezni. Na, talonimítás után szerintem egy ilyen kis magyarázatra szól ez a egy hét, másfél hét, két hét inaktivitás, és látom, hogy a szemekben tükröződik a mikrofon, és ezért a szememet nem nagyon lehet majd látni. Ez akkor ilyen lesz, sajnos. A következő dolgok vannak. A szokás szerint minden elbaszódott, mert miért nem? És én visszaköltöztem. Most nem tudom, hogy ki tudja, ki nem, vagy meg gondolom a régiek tudják, az újak meg nem nagyon, hogy nekem ott fönt ugye baszó netem volt. A gépeseim baj, sőt, majd mindjárt beszélek erről is. Tehát nekem ott fönt baszó netem volt, ami azt jelenti, hogy 1000 per 200-as volt. Hát itt lent úgy van most a net, hogy Telekom, hogy 10 per 2 az alapcsomag, ami sose 10 per 2, tehát a letöltés az ilyen 750-800 kilobyte per szed. Mi ez a 17 fps? Tehát, amit elkezdtem mondani, mielőtt az OBS lezuhant volna 30 fps-ről 3-ra, hogy itt lent viszont a net az átlagosan 10 per 2-es, ami mint mondtam sose 10 per 2, hanem lassabb. Ez nem megabyte, hanem megabit. Tehát ilyen 750-800 kilobyte-tal tudok letölteni, és ilyen 150 kilobyte-tal töltök föl. Ez problémás. Úgyhogy visszatérünk oda, ahonnan indultunk. A sima 720p és 30 fps-es videók, és még az is 6-7 óra lesz, mire felére egy fél órás, úgyhogy live-ok el vannak felejtve. Ugye van ez a gyorsító cucc rajta, ami annyit jelent, hogy naponta 5 GB-ig rápakolja a netet nem kábelre, hanem 4G hálózatra, ami annyit jelent, hogy kb. 70 per 15 megabit lesz a net. Tehát ilyen 6 mega le, másfél mega föl, ami még mindig nem a leggyorsabb, de ez napi 5 gigáig van, utána visszabassz a részkábelre, és 10 per 2, ami inkább 8 per 2. Nos, hát én telefonáltam, hogy mit tehetünk ez ellen, és azt mondta nekem ott a Csajci, a ügyfélszolgálatnál, hogy nem terveznek. Tehát van egy ilyen könyvük, hogy hol terveznek majd hálózatfejlesztésre a következő években, és ez nincs közte. Megkérdeztem, hogy valamit lehet ezzel ellen tenni. Valamennyi beakadt, bazd meg. Tehát ott tartottam, hogy beletelefonáltam, és megkérdeztem, hogy lehet ezzel ellen valamit tenni. Ők azt mondták, hogyha elég igény van rá, tehát elég sok aláírás gyűjtök össze, vagy valami hasonló, akkor bekerül egy ilyen rendszerbe, és talán úgy döntenek majd, ahogy nekem jó, tehát talán húznak ide optikai kábelt. Most érdemes tudni, hogy ugye amikor nekünk bekötötték ott fönt tárnokon, akkor ugye ott van a számlán, hogy 6 méter optikai kábel volt 225 forint. Nos, itt hát Barcs, most se tudjátok, hogy hol van az. Az itt van 13 km, itt van optikai kábel. Azt még nem kérdeztem meg mondjuk tőlük, hogyha én veszek optikai kábelt, akkor ők szíveskedjenek-e rákötni egy ilyen boxra. Ugye ott fönt láttam, végignéztem, hogy hogy kötik be, az ugye Digi volt, nem Telekom, de ugyanaz, tehát ugyanúgy kötik nyilván a netet. Tehát van egy ilyen box, abba behúzza az optikai szálat, és akkor szépen fönt ugye a poznákon elvezeti. Most mi lenne akkor, hogyha én ezt megkérdezem, és hogyha jó, akkor nyilván szuper lesz minden, szuperebb lesz minden, ha nem jó, akkor pedig marad ez a 720p és 30 fps-es videó, live nem, annál nagyobb videó nem, mármint jobb minőségben, mert 10-12-16 óra feltöltés egy 3 gigás videóra, az elég sok. Tehát ez így van. Úgyhogy ja, az, hogy miért baszódott el minden meg ilyenek, az nem miattam, tehát nem azt kell érteni, meg nem is úgy, hogy kidobtak minket, mert nem. Egész egyszerűen nem tudok velük együtt élni.
És megint leesik 10 FPS-re ez a paszottóbés. Bocs, ezeket a vágásokért, de látom, hogy az OBS leesik 10 FPS-re, és akkor az a baj, hogy el fog csúszni a hang. Szóval ott tartottam, hogy nem miattam baszolott-e minden, de ezt inkább hagyjuk, hogy miért, meg mi történt, azt hagyjuk, ez már elmúlt. Elég szar dolgok történnek, de elmúlt. Nos, itt lent, ugye, én Szombaton jöttem le, vagy vissza le, de Szombaton még dolgoztam. Tehát meló után. Ja, ma tép, ja, persze, ma hétfő van. Ez kettre fölér, remélem. És én már péntek, sőt, én már hétfőn tudtam, múlt hét hétfőn, hogy én vissza fogok jönni. És én rendeltem kettő dolgot. Egyrészt rendeltem egy ilyet, egy gépházat, ezzel ma bajlottam, illetve egy SSD-t, ami benn van a gépbe, na erről majd mindjárt. A gépház nagyon fasza. Tudni kell rólam, ezt nem tudom, ezt talán még nem is mondtam, hogy ilyen, tehát amilyen gépházaim nekem voltak, azok ilyen 15-20 éves dolgok, tehát az ilyen újabb csatlakozók, meg ilyenek, ezek teljesen újak voltak nekem, tehát mindig csak az volt, hogy jó, becsavarozom minyókat, alaplapot, minden megvolt, az kész, tehát nem volt ilyen, hogy műanyag, meg külön ilyen kis szarokat adtak hozzá, stb. Tehát ilyen segítségek nem nagyon voltak, ahol volt lyuk, oda becsavaroztam és kész. Amúgy kevés volt a vigyóhely, na mindegy, ugye mert kicsi vigyó, tehát 250 gigás, meg 320, ami igazság szerint 298-at látszol, 300, na mindegy. És rendeltem még egy 240 gigás SSD-t, tehát mind a kettő megjött egyszerre ma. A 240 gigából lát 223-at. Probléma, hogy Windows 7 telepítő nem ismeri föl. Windows 10 telepítő felismeri. Ergo Windows 10 lesz majd a gépen, ami nem nagyon vagyok vele kibékülve, na mindegy. Amúgy okos voltam úgymond, hogy egy csomó olyan játékot, ami ilyen 60, 70, 80, meg 100 giga, mint mondjuk amiket tudtam, hogy végig fogok játszani, mint mondjuk a Wolfenstein New Order, meg mondjuk Far Cry 4, meg Far Cry Primal, tehát az ilyen elég nagy játékokat leszettem, meg mondjuk Crysis 3, tehát ilyen néhány játékot leszettem, amiket tudok, hogy végig fogom vinni, vagy tudom, hogy végig fogok vinni. És tudom, hogy itt ezzel a 800 kilobájttal egy hétre leért, tehát az úgy, hogy közben nem tudok netezni, neten játszani, filmet nézni, valamit hallgatni, semmit. Tehát netezni kilőve. Ja, és nem egyedül netezek, szóval valaki ott elő néz valami YouTube videót, vagy valami, 360p-be 500 kilobájt. Tehát az a baj, hogy tudjátok, ez az a szar dolog, hogy szar volt, úgy net által volt szar, most ugye 2 hónapig, másfél hónapig jó volt, és azt úgy megszoktam, tehát hazaértem 11-kor, beraktam egy filmet, egy ilyen 23-50 vagy 24-25 gigás filmet, természetesen ekkorot, mert honnan máshonnan, veszett egy 10 perc alatt, beraktam, megnéztem, az kész. Most nyilván ilyenek nem lesznek, de hát ami számít nektek az az, hogy 720p-s videók. Azt, hogy mennyi naponta, azt nem tudom, talán kettő fölér, ha nem, akkor marad az egy, tehát ez marad. A szoba az maradt, máshol vagyok. Ja, az a zöld cucc még a falon megvan. De oda nem nagyon vinném a gépet. Tehát én ezt az SSD-s dolgot megoldom holnap. Nagyon kellett már, mert egyszerűen ráfügtem úgymond a Fallout 4-re, amit nem vettem föl, meg nem is mondtam szerintem. És egyszerűen az van, hogy ilyen pár óra játék után úgy belassul a rendszer, hogy 0 FPS. Tehát elindítok a játékot, az fut jól. Tehát a rendszer az akad, szaggat, fasz tudja mi van vele. Gondolom a vinyó, hát most már kiről, hogy a vinyó, valószínűleg a vinyó, mert futtattam én ilyen teszteket, és a vinyók azok ilyen 65-70 megával másoltak, esetleg meg ilyen ugye 520-szal máshol, nem máshol, hanem olvas,
és 360-370 körül ír, ez a real, nem amit írnak a weblapon, hanem amit én mértem, tehát ez így realnek tűnik. Illetve voltunk most Pécsen, az UTP kábel nem ért elidáig, tehát azt kell vennem kellett, meg mi a tököm, HDMI kábelt kellett vennem. Ugye itthon volt egy használaton kívüli tévé, ami hát így asztalosan 26-szoros, de kb. Kétszer akkor, mint a 22-szoros monitorom, tehát nem, szerintem ez 32-szoros lehet. Egy probléma van vele, 1360x768-as felbontás van, és akármit csinálok vele, ugye Nvidia vezérlőpultban külön lehet állítani a felbontást, tehát hogy akarok, akkor állítok neki 4K-s felbontást. Csak az a baj, hogy ilyenkor a kis dolgok élességei, meg ilyen dolgok, ezeknek faszabb. Tehát ilyen dolgok, ikonok, mindennek az élessége meg nem jó, tehát nem jó. Úgyhogy az majd laptopon lesz. De azt még próbálgattam, hogy tudom-e valahogy állítani, meg utána kellett olvasgatnom, meg ilyenek, de nem, az nem működik. Akármilyen beállításokat állítom. Itt az irányt hozzám, tehát majd laptopra veszettem egy csomó filmet, meg sorozatot, míg fönt voltam, ami leért egy pár nap alatt ilyen 7-800-900 giga, szóval azzal most levők egy darabig. Hú, nem tudom még mi az, ami fontos. A tévét azt nem is használom a gépen, csak a laptopon, tehát ki is húztam már a videokártyából a HDMI kábelt. A játékok ugyanúgy lesznek folytatva, tehát előbb végig viszem. Tehát a játékok ugyanúgy lesznek folytatva, tehát előbb végig viszem azokat, amiket már elkezdtem, és utána pedig jönnek majd az újak. Azt, hogy milyen játékokat szedtem, azt nem mondom, most mondtam pár, de van még egy csomó, meg még itthon is szedek le nyilván, csak ez nem 5 perc lesz, hanem 5 nap. Nem tudom, mit mondjak. Ja, itt fönt vannak lámpák, szóval amiket lent hagytam, ilyen baszó ledégők, azok még mindig itt vannak, tehát most este per éjjel is tudok fölvenni, úgymond, hogyha nem dolgozok, vagy valami. Ez és a mikrofon, ami nem látszik, ami ez majd, hogyha megkapom ezt a két hétnyi fizetés, majd akkor lesz intézve. Amennyi marad, annyi meg félre lesz téve is. Ja, direkt bemaradtam szombaton is, mert ugye szombaton dupla fizu van, mert nyilván szombat, hétvége. Úgyhogy most valamennyivel több fog jönni, mint alapból egy két heti fizu. Nem tudom mennyivel. Hát jó lenne egy ilyen 90 körül kapni, igazság szerint. Nem tudom, valami fontosat kihagytam-e. Nem. A gépház baromi jó egyébként. Elég sokat szívtam azokkal a kis Power LED, meg HDD LED, meg az ilyen faszomokkal. Tudni kell, hogy az, de tudok gépet építeni, nem azról van szó, másnak simán összerakom fél óra alatt. Tehát nem azzal van a baj, hogy én nem tudok gépet építeni, vagy valami, mert mint mondtam, elég sok embernek raktam már itt gépet, aki nem ért hozzám. Csak tudjátok, most az van, hogy egy alkatrész az nem olyan olcsó bele, mint mondjuk egy Pentium 4-es processzor, ami 6000 forint, mint régen volt. Tehát most tönk leégetek mondjuk egy videókártyát, akkor az 50 000 forint, és nekem most nincs annyi pénzem. És ne lehet, hogy vagy hónap végén kapom meg ezt a 2 hetet, lehet, hogy meg se kapom, nem tudom, mert még basztak fölhívni. És akkor meg videókártya nélkül vagyok, tehát nem tudom, hogy most hogy lesznek ezek a dolgok. Nem fogom abba hagyni nyilván, nem fogok. Nyilván most már idáig se volt nekem ugye a Twitch ilyen alternatíva, úgymond, mert én mindig YouTube-ra csináltam videókat, itt live-ozgattam, amikor live voltam. Még ott régebben próbáltam a Twitch-et egy stream elejéig, ott ugye a bitkorlát miatt, meg minden miatt szarabb volt, mint a YouTube szerintem, legalábbis. Ugye a jó nettel sokkal-sokkal szarabb, mint egy YouTube stream, igazság szerint a minősége. Most meg ugye a stream kilőve, tehát nyilván marad a YouTube. Kicsit több szabadidőm lesz, tehát azért index képekkel tudok majd foglalkozni. Most már nem lesz az, hogy mondjuk
3-4 óra játék után belassul a rendszer, mert SSD lesz. Mi az, ami még nagyon fontos? Szerintem más nagyon fontos dolog nincs. Ez a gép projekt, amit mondtam, ez meg akkor valószínűleg csúszni fog, amíg nem találok valami normális melót, és itthon kell melóznom. Meg hát igazság szerint azért vagyok benne, tehát hogyha valaki épít egy olyan gépet, ami mondjuk 600.000 vagy 700.000 forintba kerül, és van egy ilyen 800 kilobajtos netje, nem ér meg. Nem. Tehát valószínűleg az a gép projekt is úgy lesz, hogy majd mondjuk egy i5 8500, meg egy 1063 gigás, ezek ilyenek 120-ból, mert most minek vegyek olyan jó gépet, hogyha egyszerűen egy új játék mire leér. Tehát tök jó, hogy óra, hogy is vannak ugye ingyenes hétvégék, csak ezen a nettel kb. Péntek délutántól szombat estig ér le az óra, és akkor tudok egy napot játszani, ami nem biztos, hogy tudok játszani, mert hogyha valaki netezik, akkor laggol. Esik az eső, vagy csöpög az eső, akkor már belaggony, 600-as ping, élvezhetetlen. Ja, akkor az lesz, hogy jobban ráfekszek majd a végijátszásokra. Egy csomó olyan játékot szedtem le egyébként, amivel el tudok lenni. Tehát az ilyen, mint Fallout 3, Fallout 4, Dying Light-et, Dead Island-nek, amiken tudom, hogy... Tehát, hogy én tudok játszani velük napokig, hetekig, mert olyan hosszak Skyrim, Skyrim az egy csomót még ott leszettem, stb. Tehát ez zavaró, hogy látszik a szemekbe ez a szar. Tehát más nem tudok csinálni sajnos. Ez van. Hát azt nem mondom, e tekintetben sajnálom, de az ott lét, meg az ottan, vagy ott miket csináltam, mások miket csináltak velem, mert nem olyan, hogy megvernek, hanem hogy hogy viselkednek, azokért nem sajnálom, de mondjuk a baszónetét sajnálom nagyon. De mondom még, majd megkérdezem őket, hogy mit mondjuk fél év múlva összegyűjtök annyit, hogy tudok venni, teszem azt 20 km optikai kábelt. És nekik csak be kell kötni abba az elosztó szutyokba, végighúzni a póznákon, vagy a... Tököm tudja mi annak a neve. A villanyoszlopokon, és itt pedig bekötni, egy olyan routert hozni, ami, ha csak el megveszem én, meg 15-16 ezerért van egy gigabites router, amivel optikai kábel, meg nem pedig ilyen részkábel. Ezt megkérdezem, hogyha azt mondják, hogy ez lehet, akkor megy, ha nem, akkor pedig marad. Ja, még elég nagy rendetlenség van, nyilván most itt örültem, mint nagyon farkának etekintetben, megint belangol az OBS, kurva jó. Tehát ott tartottam, hogy örültem, mint majom a farkának, hogy most megjöttek ezek legalább, és legalább a gép nem fog most szarakodni. Habár megint az volt, hogy először összeraktam, megint a speaker csipogott valami bajt, tehát ezzel is szopni kellett, mert nálam valahogy semmi sem úgy megy, ahogy kellene. Tehát összerakok egy gépet, megnézek 8-szor mindent, megnézek, jól dugtam ebbe, nem zárlatos semmi, nem működik. Amikor bekötötték a digit, akkor pont volt az, hogy 2-3 napig volt baj a diginél, mert az új routereket nem tudták regisztrálni pont akkor. Mikor hétvége volt, és vihar volt, belecsapott a villám ugye a lakásba, a routernek a konnektorba dugsz, tehát az árambevezetése, vagyis az adapter, az leégett. A routernek semmi baj, mert az adapter leégett, más nem volt, és megint kellett várni kettő, vagyis egy hétvégét, tehát kettő napot, plusz még ugye a péntek délutánt, hogy hozzanak egy másik, tehát egy töltőt, akkor hoztak kettőt. Meg nem tudom. Ilyen szerencsétlen vagyok e tekintetben, meg sok minden tekintetben amúgy. Úgyhogy ezek vannak. Én meg azt még nem is mondtam mondjuk, hogy akarok PUBG-zni, hogyha jó a net, tehát nem laggol meg ilyenek. Kijön egy 8 gigás update, de egész után leszedi. Jó, nem egész után, de ilyen 4 óra kell, mire lesz egy 8 gigát, tehát... Ja. Na, viszont szerintem megköszönök, mert már valamiért baszakodik az OBS. Fogalmam sincs miért. Tehát most... Még azt szerint
hogy mondjam, nektek rosszabb lesz, nekem rosszabb lesz, a tekintetben, hogy szarabban lett, a tekintetben, hogy mondjuk jobb lesz, tehát fejlesztettem a gépen, meg ugye baszógépen, stb. A tekintetben nekem jobb. Ez a szoba azért kb. Kétszer akkora, mint ami volt. Van normális ágy, nem pedig olyan kis kicsi szutyok szarágy, ami ott látszódott. Van tévém, ugye már bedugtam a mi a tököm? Mi a tévének az a kis kör alakú cucca, a bemenet? Na mindegy, azt bedugtam, tehát tévé is van, nem csak monitor, tévé. Vannak lámpák, tehát este is tudok úgymond fölvenni. Nem tudom, hogy mit mondjak. Mert igazság szerint nem az én hibám, meg ilyenek, szóval mindenki eldönti. Mert az íróasztal kb. Háromszor akkora, tehát elférne még egy monitor, meg még egy pár dolgot akarok venni. Majd. Úgyhogy ja. Ez most így van. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, véleményeket nyugodtan lehet írni, nem megyek már vissza oda a soha. Tehát, hogy úgy összekaptam ott emberekkel, hogy oda megyek, akkor ott baj lesz. Ezt nem menőségből mondom, de komoly, már amikor jöttem, már nehéz volt megállni, hogy nem menjek neki. Most az lényegtelen, hogy nagyobb, mint én, vagy kisebb, mint én, vagy nehezebb, vagy könnyebb. Tehát ilyen 3 méteres kigyújtálat, akkor is neki mentem volna. Volna, jó kis somogyi tájszólás. Nem tudom, mert sajnálom. Mert ez van. Úgyhogy akkor majd találkozunk gameplay videókban, live-okban már nem.